Kevés város büszkélkedhet olyan természeti környezettel, mint Baja. A dunai ártéri erdők egészen a városig nyúlnak. A belváros magasabb épületeiről az egész Gemenci erdővel látható. Nekünk, bajaiaknak természetes a természet közelsége. Halevő családban nőttem föl. Ha visszagondolok, bizony 2 hétnél hosszabb idő nem igen telt el, hogy ne lett volna halászlé az asztalon. A halfőzésre mindig megvolt a jó okunk. Böjt vagy ünnep, vendégfogadás vagy családi összejövetel. Nekünk bajaiaknak a halászlé a közös pont. A természet közeli, gyökereivel a múltba nyúló életmódunkat jelképezi. Mindennapjainkban részben átalakulva ott élnek tovább a dunai halász és vízimolnár hagyományok. A halászlé befolyásolja a hétköznapok és az ünnepnapok rendjét. Egy misztikus légkultusz, ami belengi ezt a várost. Az állandó vágyakozás és a nosztalgia érzése, amikor a halászlére gondolunk. A halászlé a társaslét fontos eleme. Hat a család, a baráti társaság, a munkahelyi közösség belső viszonyaira és a formálódó apa-fiú kapcsolatra is. A fiam is tőlem tanult halat főzni. A családi recept apáról fiúra száll. Az asszonyok meggyúrják és kifőzik a tésztát, megterítenek, majd a férfi ember dolga, hogy a bográcsot az asztalra tegye, és ami abban van, mindenkinek kedvére legyen. Erdei Ferenc mondta egyszer, hogy a dunai stílusú halászlé főzés olyan, mint a sakkjáték. Az elemi szabályokat, azt, hogy milyen a lóugrás és hogy léphet a gyalog vagy a futár, néhány leszke során meg lehet tanulni. De hogy valaki mester legyen, ahhoz holtig kell tanulni, és még akkor is követel hibát. A jó bajai halászléhez nem kell sok minden. Hal, hagyma, paprika, só és víz. No meg persze egy jó bogrács és száraz fa. A jó bajai halászlé lelke a bajai ember. A halászléről szabad, de nem érdemes vitatkozni. Az jó vagy nem jó, és kész, mondta nekem egyszer egy öreg halász a Vindunán, és milyen igaza volt.